Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videónkban egy picit az elektromos autózásról szeretnénk mesélni nektek, egy-két olyan nagyon fontos dologról, ami esetlegesen másképp működik, másképp kell használni, mint a fosszilis társaikba. Az elektromos autókban is ugyanolyan pedálokat találunk, mint a fosszilis autókban, de van egy-két olyan kulcsfontosságú dolog, amit nem árt, hogyha tudtok ezeknek a használatával kapcsolatban. Első dolog. Ha beülünk egy elektromos autóba, ugye a pedállal azonnal a motort indítjuk el, nincs közte váltó, nincs közte egy csomó olyan közlőmű, ami ugye a nyomatékot kiadná a kerekekre. Ezáltal a hirtelen gáznyomásnál akár a teljes nyomatékot egyből ki tudja adni, és ami nagyon fontos, az elektromos motoroknál folyamatos nyomatékleadás. Miért beszélünk most pont erről? Jön a tél, jönnek a csúszós utak. Abban a pillanatban, hogy a tapadásunkat 100%-osan megterheljük azzal a nyomatékkal, amit ki tud adni egy ilyen autó, abban a pillanatban elképzelhető, hogy tapadásvesztés lesz, a kerekek kipörögnek, az elektronika nem tud már szabályozni, és az oldalirányú erők elkezdik irányítani az autót, és megcsúszunk. Tehát jó tanácsként az elektromos autóknál óvatosan bánjunk a gázpedállal, amit ugye nem is gázpedálnak, hanem lassan menetpedálnak nevezünk, hiszen ahogy nyomom, úgy megy. Nagyon sokan élvezik ezt, csak módjával, csínyával, átgondoltan kell ezzel bánni. A másik nagyon fontos dolog a tél beköszöntével, ugye a csúszós utaknál megint csak a tapadásvesztésről beszélünk, amikor az autónak ugye van egy regeneratív energiája, tehát amikor én lelépek a gázpedálról, vagy a menetpedálról, most már fogalmazzunk így, hogy amikor lelépek a menetpedálról, az autó a mozgási energiáját kezdi visszatölteni az elektromos motorból az akkumulátorba, ezáltal egy elektronikus fékezést hajt végre. Ez a regeneratív energia, vagy rekuperációnak nevezzük, ez akár olyan mértékű is lehet, minthogyha rálépnék a fékre. Különböző fokozatokat lehet állítani némely autónál, figyeljetek oda, hogy éppen milyen fokozatban vagytok. Ne felejtsétek el, ha leugrasz a menetpedálról, olybá tesz, mintha egy fosszilis autónál rálépnél a fékpedálra. Ezáltal ugye egy kanyarba az oldalirányú erők átveszik az irányítást, és megcsúszik az autót. Mit kell tegyünk? Szépen óvatosan tanuljuk meg használni azt a menetpedált, nem ugrálunk róla, és bizony-bizony akkor energiát takarítunk meg, sőt, energia hatékonyan fogunk autózni, hiszen a visszatöltött energiával növelni tudjuk a hatótávolságát az autónak. Ha finoman kezeljük azt a menetpedált, akkor biztonságosan is fogunk autózni, nem érhetnek minket meglepetések a csúszós, eszős időben. Összefoglalva, az elektromos autó hasonlóan működik, mint a fosszilis társai, viszont van egy-két kulcsfontosság dolog, amire figyelni kell. Folyamatos nyomatékleadás, regeneratív fékezésnél a fékerővel finoman bánjunk. Én azt gondolom, hogy ha erre odafigyeltek, akkor nagy örömötök lesz, hosszatávon el tudtok jutni az elektromos autókkal, és biztonságosan fogtok tudni közlekedni, még a csúszós felületeken is.